A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetés szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a lengyel munkás tüntetések iránti szolidaritás kinyilvánítására. A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos, több párti választások, teljes vélemény és szólásszabadság, szabad rádió. Aztán 1956. október 23-a békés tüntetéssel kezdődött, de végül fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Nem voltak tudatában, ők jobbá akartak tenni egy embertelen rendszert, mert 1945 után belopózott az otthonokba, a földekbe, a gyárakba az a gonosz embertelen rendszer, amely terrort hajtott végre az embereken. Hát itt volt az AVH, elvitték az embereket, kiforgatták vagyonukból, és felnőtt közben egy nemzedék, fiatalok, egyetemisták, akik kimentek az utcára, mert eltörölték a sajtószabadságot, és meg akarták javítani ezt a rendszert, élhetővé, jobbá akarták tenni. Ehhez pedig a nemzetközi helyzet is adott volt, mondta Elvinnai Győző. Gondoljunk itt a, a beli változásokra, a Ruszcsov beszédre 56. februárjában, majd a lengyel felkelésre, hiszen szolidárisak voltak a magyar felkelők, a magyar tüntetők, a magyar forradalmárok és szabadságharcosok, meg később szabadságharc lesz ebből, és tulajdonképpen egy élhető rendszert akartak. Ez a szabadságnapja volt, és azt gondolom, hogy míg él ez a nemzedék, a Wittner Máriák, a Tóthi a Manszfer akik ott voltak, büszke lehet arra, hogy tiszta, igaz célokért az életüket is kockára tették. Minden Győző azt is hangsúlyozta, az 56-os hősök örök például szolgálhatnak minden nemzedéknek. Így napjainkban is fontos üzenettel bírnak tetteik. Elődeink, apáink, nagyapáink, van akinek már a dédapái, bátrak voltak. Bátrak voltak, kiálltak a saját igazukért, és ezt kell tenni most is, 30 évvel, közel 30 évvel a rendszerváltozás után, mert ugye láthatjuk a magyar történet, hogy a 30-35 évente történik valami 56, majd 89-90, és most is van egy kihívás, amelyel szembenéz Európa, ez a illegális bevándorlás, és ki kell állnunk saját magunkért, még ha egyedül maradunk is, mert a mi történelmünk az bizonyítja, hogy sokszor vártuk azt, hogy a Nyugat segítsen, Nyugat-Európa vagy éppen az Amerikai Egyesült Államok nem segítettek 56-ban. Az 1956. októberi eseményeket évtizedekig csak ellenforradalomként lehetett emlegetni. A fordulópont 1989. januárjában következett be, amikor Posga Imre az MSZP vezetőségének tekintélyes tagjaként népfelkelésnek minősítette a történteket még ugyanebben az évben, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, a köztársasági elnöki teendőket ellátó országgyűlési elnök Budapesten kikiáltotta a magyar köztársaságot. A rendszerváltozás után összeült első szabad országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án első törvényében az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünnepén nyilvánította.